Ne ellenkezz, megöllek! Ezt mondta az a 46 éves férfi, amikor egy 60-as évei elején járó beteg férfit megerőszakolt tavaly márciusban Páfán. A részeg vádlott azután bántalmazta több ízben a sértettet, miután nem adott neki pénzt, hiába követelte. A férfi többször ököllel fejbe ütötte a sértettet. Az életveszélyes állapotba került idős férfi kihasználva, hogy a bűnöző néhány percre magára hagyta, az utolsó erejével felhívta a segélyhívó számot. Ez mentette meg akkor az életét, ám nem sokkal később meghalt. A szexádi törvényszék az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalta, csak néhány felvételt készíthettünk a távmeghallgatás elején. A szexádi törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés büntettében, rablás büntettének kísérletében, kifosztás büntettében, szexuális erőszak büntettében, lopás büntettében és lopás vétségében. A szexádi törvényszék 18 év fegyházra ítélte a többszörös visszaeső bűnözőt, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott csak részben ismerte be a bűncselekményeket, a szexuális cselekményt is tagadta. A törvényszék súlyosbító körülményként értékelte azt, hogy a vádlott amint kiszabadult a börtönből, ahol gyilkosságért ült, azonnal újra erőszakhoz folyamodott. A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a többszörös halmazatot, azt, hogy a férfi korábban már volt büntetve hasonló bűncselekmény miatt, így nem csak, hogy többszörös visszaeső, hanem különös visszaeső is, a gátlástalan elkövetési módot, illetve azt, hogy nem sokkal a szabadulását követően követte el az újabb erőszakos bűncselekményt. Az ítélet nem jogerős, a vádlott az ellen fellebbezést terjesztett elő.